Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Rain International kompenzációs tervének bemutatásán. Az elkövetkezendő néhány percben bemutatjuk neked a Rain International lenyűgöző bónuszrendszerének egyes aspektusait. Ez a program első pillantásan nem tűnhet egyszerűnek, de amikor megérted, látni fogod, hogy úgy lett kialakítva, hogy az üzletépítés minden fázisában a lehető legbőkezőbb bónusz kifizetésekben részesülhess. A jutalékrendszerünk hét részből áll, melyet most egyenként fogunk bemutatni neked. Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos letisztázni néhány alapfogalmat. Az első kifejezés a PV, ami a személyes forgalmadat jelenti, amelyek az üzletközpontodon keresztül bonyolított személyes vásárlásaid, valamint az összes fogyasztói forgalmait összevonva minden 200 CV feletti PV forgalom automatikusan a bináris vagy gyengébbik lábára kerül, melyről később fogunk részletesen beszélni. A következő a CV, a jutalékolt forgalom, mely olyan forgalom, amelyet a jutalék terven keresztül kifizetett jutalékok kiszámításához használnak. A QV, kvalifikációs forgalom, a kompenzációs tervben meghatározott szintek eléréséhez használatos forgalmi szám. A GV a saját személyes szponzori fátban generált teljes kvalifikációs forgalom a QV összessége. Azaz a GV egyenlő a QV-val. Erről majd a generációs bónusznál beszélünk részletesebben. Bizonyos bónuszok az új partnerek kezdő csomagjainak cv -én alapulnak. Ezen csomagok árai, tartalma, valamint a CV és QV értékei vannak itt felsorolva. Az árak itt most forintban vannak meghatározva, azonban az ÁFA, a vámok, az illetékek és az egyéb piaci tényezők változóak lehetnek minden egyes piacot tekintve. Különböző kezdőcsomagjaink vannak, az egy dobozos, egy üzletközpontú csomagtól, egészen a Super Elite csomagig, amely 38 doboz terméket, három üzletközpontot, valamint egy kezdeti 1000 szívít és további 100 automatikus szívít tartalmaz az elkövetkezendő 5 hónapra. Érdemes megállnunk itt egy pillanatra és átnézni ezeket a csomagokat, hogy a számodra legmegfelelőbbet választhassuk ki. Most, hogy meghatároztuk ezeket a kulcsfogalmakat, tovább léphetünk a bónuszok értelmezésére. A fogyasztói program Ezzel a programmal lehetőséget biztosítunk RAIN partnereink számára, hogy bónuszokat és jutalékokat kapjanak a saját magukhoz közvetlenül regisztrált fogyasztóik termékvásárlása után. Minden fogyasztó rendelésben szereplő termék CV értéke a fogyasztói bónuszkeret, melynek 40%-a kerül kifizetésre heti bónusz formájában a fogyasztó szponzorának. Ezen felül a vásárolt termékek CV-jének 25%-a a, a bináris struktúrába kerül és hozzáadódik a fogyasztó szponzorának PV értékéhez. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy doboz szól megvásárlása után, amely eredetileg 50 CV és 50 QV értéket képvisel, 20 dollár jutalékot, ami 40%-a az 50 QV-nek, és 12,5 PV személyes forgalmat, ami negyede az 50 CV-nek írunk jóvá neked, mint a fogyasztó szponzorának. Emellett olyannyira bízunk termékeinkben, hogy 30 napos kockázatmentes visszafizetési garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy te is magabiztosan ajánlhatod a termékeinket a fogyasztóid számára. Ha bármilyen okból nincsenek megelégedve, akkor csak visszaküldik nekünk a dobozban megmaradt termékeket 30 napon belül, és teljes visszatérítést kapnak. Ez a mi kockázatmentes garanciánk. A Rén azonban a fogyasztókat is motiválni szeretné arra, hogy mások számára ajánlják a Rén termékeket. Ha egy az adott fogyasztó ajánlására három másik fogyasztó is aktív fogyasztó lesz, akkor az ajánló fogyasztó ingyenesen juthat hozzá a saját termékéhez. Természetesen itt a három fogyasztó által vásárolt termékek értéke adja meg az ingyenes termék értékkeretét a szabályzat szerint. A First Order bónusz, azaz az első rendelés bónusz ebben a bónuszban a szponzorált új partnerek regisztrációjakor történő első rendelései után kaphatsz jutalékot összesen két generáció mélységből megfelelő aktivitás esetén. A partnerek különböző üzleti csomagokkal tudnak regisztrálni, mely csomagokban termékeket és technikai támogatást kapnak. Ezeknek a csomagoknak van egy CV és egy QV értéke. A CV érték után kerülnek majd kifizetésre az első rendelés bónuszok, míg a QV értékek a későbbiekben elérhető szinteknél fognak számítani. Mint Rain Partner alapból minősülhetsz erre a bónuszra, ha van saját 50 PV aktivitásod, amely egy doboz szól megvásárlását jelenti, vagy van négy fogyasztód, akiknek az egy-egy doboz szól vásárlásából négyszer 12,5 PV érkezik hozzád. Ezzel az 50 PV-vel 40% bónuszt kapsz az új partnereid kezdő csomag szívje után, ami a példában a 225 szívis csomag után 25.200 forint. Módod van ezen felül a saját partnereid által szponzorált új partnerek után is első rendelés bónuszt kapni. Ez a második generációban lévő partnereid első rendelésében lévő csomagok szívi értéke után 10%, ami a példában itt 6300 forint. Az RPT, azaz a Rain Partner Team a szervezetednek egy olyan egysége, amely két olyan aktív Rain Partnerből áll, akiknek bemutattad az üzletet, valamint ezen aktív partnerek két-két saját partneréből. Ezen felül két saját fogyasztóval is kell rendelkezned még az RPT teljesítéséhez. Ezt egyszerűbben úgy is szoktuk mondani, hogy kettő, aki hoz kettőt. Az aktív RPT lehetőséget ad számodra, hogy ingyenesen juthass hozzá összesen akár négy doboz Rain termékhez. Az RPT kiépítését további bónuszokkal motiválja a cég. A második frontvonal partner szponzorálása után a két partner kezdőcsomagjai értékének 20%-a, míg a teljes RPT befejezésekor 15% bónuszt kap a terméken felül. A Team Commission, azaz bináris vagy csoportjutalék. Rain partnerként pénzt kereshetsz a kompenzációs terv, más néven profit rendszer csoportjutalék részéből is. Ne feledd, hogy nálunk hetente van jutalékfizetés. Minden, ami szerdától keddig történik, következő pénteken lesz kifizetve. Így, ha többet szeretnél keresni jövő héten, dolgozz kicsit keményebben ezen a héten. Ki leszel fizetve jövő hét pénteken? Engedd meg, hogy megmutassam a csoportjutalék működését. A bináris jutalék megértéséhez fontos tudni, hogy nálunk az általad szponzorált partnereket két különböző struktúrában tartjuk nyilván. Az egyik az úgynevezett bináris fa, ahol az összes partner mindösszesen két lábba kerül be, amennyiben a szponzornak egy üzleti pozíciója van. Ha valaki több mint két frontvonalat szponzorál, akkor értelemszerűen a harmadiktól számítva már vagy a jobb, vagy a bal lábba fognak kerülni egymás alá. Te döntheted el, hogy melyik oldalon helyezed el őket. Ebbe a fába mindenki, beleértve akár a te felső vonalaidat is, elhelyezhet új partnereket. Ahhoz, hogy valaki a bináris jutalékra jogosultá váljon, mindösszesen annyit kell tennie, hogy legyen aktív, és mindkét lábán legyen legalább egy-egy személyesen szponzorált aktív partnere. A másik struktúra pedig az a klasszikus faszerkezet, ahol mindenki alá közvetlenül kerülnek a saját maga által közvetlenül szponzorált partnerei, amit nálunk szponzorfának neveznek, amelyet a generációs bónusznál fogunk részletesebben megemlíteni. Ahogyan az emberek terméket vásárolnak, a termékekhez pontok kapcsolódnak. 50 pont szól dobozonként például. Ezek összesítődnek mindkét oldalon a hét folyamán, és amikor a jutalékidőszak véget ér, megkapjuk majd a teljes forgalmat. Láthatod ebben a példában 9000 pont gyűlt össze a bal oldalon, és 20000 pont a jobb oldalon. Ez a mennyisége az összvásárlásoknak a lábakon, attól függetlenül, hogy te szponzoráltad-e azt az embert vagy sem. Mi kifizetünk mindkét oldalon 5%-ot, ahol szimmetrikusan megegyeznek. Ebben a példában így 9000 pont van az egyik oldalon, és van legalább 9000 pont a másik oldalon is. A 9500-a 450 dollár a bal oldalon, a 9500-a 450 dollár a jobb oldalon, ami összesen 900 dollár. Mi történik a nagyobb lábon megmaradt pontokkal? Nem veszíted el őket, hanem átkerülnek a következő hétre. Egyszerűbben úgy lehet elvégezni a matematikai műveletet, ha azt mondjuk, hogy fizessünk ki 10%-ot a kisebbik láb forgalma után. A kisebbik oldal, ami 9010%-a, szintén 900 dollár. Ugyanaz az összeg, csak könnyebb a számítás. A kompenzációs terv ezer részének szépségét az adja, hogy nem számít, hogy honnan jönnek a pontok, nem számít, kitől származnak, nem számít, milyen mélységből jönnek. Csak az számít, hogy mennyi pont van az egyes oldalakon, és ezt összesítjük és fizetjük ki. A kompenzációs tervnek ebben a részében kifizetést kapsz a saját embereid után, és bizonyos fokig más emberek emberei után is. Mivel pozíciónként csak 10.020 dollár tudunk kifizetni hetente a kompenzációs terv ezen részében, így itt értékelődik fel a nagyobb csomagokhoz járó három pozíció. Van valami igazán csodálatos ebben, különösen, ha eltöltöttél már egy kevés időt ebben az iparágban. A kifejezés brackage, egy szitok az iparágban, azt jelenti, hogy nem profitálsz valamiből, és a cég egyszerűen elteszi a megmaradó összeget. Mi történik aki nem fizetett pénzzel? A cég visszatartja magának. Most nézzük meg azt, amit a Rain tesz. Ha megnézed a példát, ahol 9000 pont után kaptál kifizetést mindkét oldalon, de a jobb oldalon 20.000 pontod volt, így ha levonod a 9000 pontot a 20.000 pontból, akkor marad 11.000 pontod. Mi történik ezekkel a pontokkal? Nos, ahogy említettem, a legtöbb cégben és kompenzációs tervben azt mondják, ilyen közel voltál, szép kísérlet, majdnem sikerült. Sajnos nem tudjuk kifizetni, visszakerül a bankhoz. Tudod, mit mondunk mi? Mi azt mondjuk, figyelj, amíg aktív vagy és gyakorlod, amit prédikálsz és megvásárolod a terméket, ez ott marad neked, ott vár ez a 11 ezer pont, ott lesz végig. Az eladás megtörtént, a termék ki lett szállítva, az ára ki lett fizetve, a pontok bekerültek a rendszerbe, nem fogjuk elvenni tőled. És mennyi ideig hagyjuk ott? Mindaddig, amíg ki nem tudod fizettetni így motiválóvá válik. Kétféle kompenzációs terv létezik. Van a veszteségtől való félelem, ahol elveszük, ha nem csinálod ezt és ezt. Ha valaki alattad jobb nálad, nem kapsz kifizetést utána, ha csak el nem éred a következő szintet. Vagyis elveszíted ezeket a pontokat. A rénnél mind nem szeretjük ezeket a rendszereket. Másfelől van a motiváló típusú kompenzációs terv, ahol ott hagyjuk a pénzt az asztalon, ott van előtted, láthatod, ahogy a dolgok összeállnak. Láthatod a pénzt, megkaphatod, ha egyszerűen tovább építed lefelé a másik oldalt. Ha valamikor ezek az oldalak felcserélődnek, a kicsi lesz a nagy, akkor az összes addigi összegyűjtött pont továbbra is kifizetésre fog kerülni. A csoport jutalékban a heti maximum kifizetés 10.020 dollár pozíciónként, de mint azt már korábban is említettük, a mi kompenzációs tervünkben indulhatsz egynél több pozícióval, hárommal is akár. Azok, akik ezt a lehetőséget választják, háromszor 10.020 dollár, azaz akár heti 30.060 dollárt kereshetnek a kompenzációs tervnek ebből a részéből. Ha már kivetted a fő pozícióna, a heti maximális 10.020 dollárt, akkor fókuszálj majd a másik kettőre. A Generation Match bónusz, azaz a generációs bónusz. Ez a kompenzációs terv meghatározó része. A csoportjutalék, amit az imént taglaltunk csupán apró pénznek tekinthető, összehasonlítva azzal a potenciállal, amit a generációs bónusszal érhetsz el. Ha megnézed ezt az ábrát, kétféle módon jeleníthetjük meg a csapatodat. A bal oldalon a bináris fan nézetet láthatod, amelyből a csoportjutalékot is számítjuk. Egy pozíció a jobb oldalon, egy hely a bal oldalon, ahonnan lefelé kell építenünk. Ebben az a nagyszerű dolog, hogy így a te építkezéseddel is motiválni tudod a csoportodat a lefelé történő haladás érdekében. De nézd meg azokat az embereidet, akik az ábrán sötéttel vannak jelölve. Ők azok az emberek, akiket te hoztál be közvetlenül az üzletbe, és akiket a következő lehetséges pozícióba kellett elhelyezni, bármilyen mélyen is legyen az. Ha viszont megnézed a jobb oldalt, akkor ott egy másik módon láthatod a szervezetedet. Itt is megtalálhatod ugyanazt a három embert, akit személyesen szponzoráltál, de ebben a nézetben, a szponzorfában már másként vannak elrendezve. Ez azt is megmutatja, hogy ki kit hozott be az üzletbe. A bináris fában és a csoportjutalék számításakor olyan emberek után is kaphatsz kifizetést, akiket felülről helyeztek alád, beleértve azokat is, akiket nem te szponzoráltál, és hogy őszinték legyünk, lehet, hogy nem is ismered őket. Azonban a szponzorfa csak azokat tartalmazza, akiket személyesen te hoztál az üzletbe, és ezt követően azokat, akiket ők hoztak, majd azokat, akiket ezek az emberek hoztak, és így tovább, és így tovább a generációs bónusz úgy működik, hogy vezetőket kötünk össze vezetőkkel, ezzel határozva meg a generációs szinteket. Fontos azonban tudni, hogy ezek a szintek nem azonosak a mélységi szintekkel. A rénynél garantáltan kifizetünk 50%-ot az összes jutalék alapot képező bevételből, viszont azt fontos megemlíteni, hogy az első rendelési bónuszokat ettől az 50%-tól függetlenül és ettől elkülönítve fizetjük ki. Így több mint 50%-át fizetjük ki a keletkező forgalomnak. A generációs bónusz esetében kiszámítjuk, hogy a többi bónusz kifizetése után az 50%-ig mennyi marad, és ez képezi a generációs bónusz alapját és aktuális mértékét. Ez kerül szétosztásra ebben a bónuszban. Hogyan működik a generációs bónusz? Először is el kell érned a Bronze Executive szintet, amikor megnyílik számodra is a kompenzációs terv ezer része. Ezután attól függ majd a generációs bónuszod, hogy az embereid mennyire jól dolgoznak, és hogy mekkora csoportjutalékot kapnak. Ha a héten a generációs bónusz mértéke 10 mint ahogyan ezt a példában is láthatod, akkor a csoportodban lévő partnereid csoportjutalékának 10 át fogod megkapni generációs bónuszként. Ha valamelyikük 300 dollárt kapott csoportjutalékként, és ha ezen a héten a generációs bónusz 10 akkor ezután a partner után te 30 dollárt fogsz kapni, ha valaki 1000 dollárt kapott, akkor te 100 dollárt fogsz, ha ő 30 dollárt, akkor te 3 dollárt fogsz kapni. Bronze Executive-ként mindenki után kapsz generációs bónuszt, aki az első generációdba tartozik, azaz mindenki után, aki közted és az első Bronze executive között van a szponzorfában. Ha magasabb szintekre minősülsz, akár 7 vezetői generációból is módod van megkapni ezeket a bónuszokat. Ahogyan a szervezeted növekszik, ezrek, tízezrek, sőt akár százezrek után is megkaphatod ezeket a bónuszokat. Ehhez mindössze a csapatodat kell egyre sikeresebbé tenned, ami által itt is érvényesül, az az alapelv. Mi szerint úgy tudunk több bónuszt kapni, hogy közben másokat segítünk még sikeresebbé válni. És ez az, amiért imádom a Rényt. Ebben a példában a 10%-os generációs bónusszal 738 dollár lett kifizetve számodra az első generációdban lévő partnereid után, mint Bronze Executive. Ahhoz, hogy a második, illetve a harmadik generációból is megkaphasd a generációs bónuszokat, el kell érned a Silver és a Gold Executive szintet. A Rank Advance bónusz, azaz a szintugrási bónusz. Ezzel a bónuszsal a partnereinket arra kívánjuk motiválni, hogy minél előbb érjék el a Rén vezetői szintjeit. A kisebb szinteken a menedzsertől a gold szintig 30 és 500 dollár közötti szintugrási bónuszt kapsz majd. Amennyiben vezetőként eléred a szabályzatban szereplő feltételek mellett a platinum elit szintet, akkor egyszeri jutalékként 700 dollárt kapsz. Pearl elitként 1000 dollár bónuszra számíthatsz, Zafir elitként 2000 dollárra, Diamond elitként 5000 dollárra, Double Diamond elitként 7500 dollárra, Black Rain Diamondként pedig 10000 dollárra. Ha valaki a dupla Black Rain Diamond elit szintre minősül, akkor már 100 100000 dollárt, míg a Triple Black Rain Diamond elitként 250000 dollár szintugrási bónusz illeti meg. Ezek a bónuszok természetesen az egyéb bónuszokon felül kerülnek kifizetésre a lifestyle bónusz, azaz az életstílus bónusz. Az életstílus bónusz pontosan az, amiről a neve is szól. Olyan plusz jövedelem, ami hozzásegít egy jobb életstílus kialakításához. A kompenzációs tervünk magasabb üzleti szintjeinél további összegeket fizetünk ki neked hetente, ha azon az üzleti szinten teljesítesz. Nem adunk autóbónuszt vagy más hasonló dolgot, mert ez egy globális cég, és ezek nem működnek globálisan. Ezzel a bónusszal egyszerűen extra jövedelemhez juttatjuk az embereket, amivel azt csinálnak, amit csak akarnak. Ha autót akarnak venni, vegyenek autót, ha hajóra vágynak, vegyenek hajót, ha nagyobb házat, vegyenek nagyobb házat. A lényeg, hogy minden héten, amikor valaki eléri a platinum elit szintet, akkor a jutalékához hozzáadunk plusz 100 dollárt. Ha eléri a Pearl elit szintet, akkor plusz 200 dollár jutalékot kap, minden héten, amikor elérik a zafír szintet, további 300 dollárt. A Diamond Elite 400 dollár extra jövedelmet kap hetente, a Double Diamond Elite partnerek extra 500 dollárt, a Black Rain Diamond elite 600 dollárt, míg Triple Black Rain Diamond elite extra 1000 dollárt kapnak minden egyes héten az összes eddig bemutatott bónuszon felül. Ez messze a legerőteljesebb kompenzációs terv, amit valaha láthattak ebben az iparágban. Lehetővé téve számunkra, hogy egyre növekvő jövedelmeket hozzunk létre. Ez a Rain bónusz rendszer a siker rendszere. Azok az emberek, akik belevágnak, kitartóan dolgoznak és megteszik, amit meg kell tenniük, azok hét különböző módon lesznek megjutalmazva. Az ilyen kitartó emberek erőfeszítéseit nagyvonalúan honoráljuk, rövid távú kifizetésekben, középtávra szóló jövedelmekben és hosszú távra szóló passzív jövedelmekben is részesülnek, hogy elérhessék céljaikat és megvalósíthassák álmaikat. Szóval gyűrt fel az ingójadat, és kezdj el dolgozni, hogy azt az életstílust élhessd, amit mindig is szerettél volna. Még egyszer köszönjük, hogy ma velünk tartottál, és reméljük, hogy te is megtalálod majd a pénzügyi szabadságodat a RAIN International segítségével.